Per Christian Jersey, a gyermekek szigete. 39. fejezet. Réni a lábait felhúzva feküdt Hester kocsijának hátsó ülésén. Odakint éppen most emelkedett a sátortábor fölé a nap. A csillogó karaván az éjszaka közepén tért vissza támaszpontjára. A horzsolás nem vérzett különösebben, de Réni karja sajgott, olyan volt, akár egy tompa, állandó fogfájás. Néhány órát aludt, és teljesen kiszáradt szájjal ébredt. Elképzelni sem tudta volna, hogy a pürépornak ilyen undorító íze lehet. Annyi undorító dolog van. Például meleg főtt kolbász epedzsemmel, csokoládépuding mustárral, hering fagylaltal, főtt tonhal takonyban, vérpuding, húsgombóc fűrészporral, metélt tészta hasmenéssel, de a legundorítóbb a krumpli pürépor, nem vitás. Mi történt vele tulajdonképpen? Megbocsátatlan bűnt követett el. A saját szakállára beült a nagy vezér kocsijába, mégpedig nem is a hátsó ülésre, hanem a volánhoz. Ez persze nagy hülyeség volt. Réni nem látta ugyan kivágta pofon, de a szag Ebonra vallott. Ebon keze valami undorító krémtől szaglik. Miközben a földön hevert, Réni erősen érezte ezt a szagot. Most tehát a büntetésére vár. Arra, hogy Hester magához térjen a részegségéből, és jelt adjon, mi történjék Rénivel. Réni tiszta szívből remélte, hogy gyorsan végeznek majd vele. Ha át akarják röpíteni a más világra, akkor már alkalmazzák a mexikói módszert, amit Réni a filmkrónikában látott. A foglyot állva beássák a földbe, csak a feje maradt kin. Aztán lovasok addig szágódoznak a kikandikáló fej fölött, míg péppé nem zúzódik. Természetesen lovak helyett autót is lehet alkalmazni. Réni elszundított, pár óra múlva felébredt, rés nyitott az autó ajtaján. Kipössentett rajta, aztán újra elaludt. Arra ébredt, hogy pokoli hőség van a kocsiban. Az ülések műbőrbe vonata csak úgy bűzlött, a vörös hűtő fölött csak úgy rezgett a levegő, mint a kocsonya. Lassacskán ébredtek már a rokkerek, előbújtak sátraikból, kávét főztek, sört vedeltek, vagy heverésztek a napon, akár a fókák. Most látta csak Réni, hogy milyen öregek a rokkerek, akár Stig is közöttük lehetne, vagy az anyja. De az anyja még sosem húzott a lábára cowboy csizmát. Stignek viszont nem is nagyon kellene átöltöznie. Akár mesztelen volt, akár kicsípte magát, Stig mindenkor egy hájas, malacrózsaszínű észak-amerikai rendőrre emlékeztetett. Csak a hajával kellene valamit csinálni. Hasonlíthatna valamivel jobban is Elvis Presleyhez. Némi pomádéval meg lehet oldani. Az autó úgy állt, hogy a hátsó ablakán tűzött be a nap. Réni soká fontolgatta, míg rászánta magát, hogy átmásszon az első ülésre. Minden esetre tisztes távolban a volántól, ettől a mágikus volántól. De a kesztyűtartónak Réni már nem bírt ellenállni. Kinyitotta. Nem az volt benne, amit elképzelt. Kézi könyvek, pótlámpák, térképek vagy szerszámok. Réni egy tokot talált, a tokban pedig egy injekciós fecskendőt. Réni kivette, megnézte, már tönkre ment. Az üveg széttört, a fecskendő dugattyúja lazán lötyögött. Ezen a tokon kívül még több üres üvegcse is hevert ott, fehér papírdobozokban. Csak egyetlen üvegben látszott még valami tejszerű, híg üledék. Az üvegcséket gumidugók zárták. Réni kivetőzte a címkéket. Insulin. Egy nevet is látott az egyik címkén. 42.03.14. Staffan Rosén. Vajon Hester volna? Most valami történt odakint. Réni még jobban behúzta a fejét, a tárgyakat visszagyömeszölte a kesztyűtartóba, a fedőlapját a lábával oda csettentette. Egyszer jött ki a főnök sátrából. Megállt, lehajolt, valamit felvett a földről. Egy üres sörös doboz volt. Feldobta a levegőbe, majd egy elegáns kapukirugással 20-30 méternyire röpítette. Kis szőke lányka ment felé bugyiban, fekete melltartóban, és papírpoharat nyújtott oda neki, kávét. Egyszer odaszólt valamit egy csoportnak, ahol éppen kávéfőzéssel foglalatoskodtak. Néhányan azonnal felálltak, és egy meglehetősen meredek, füves domboldal felé igyekeztek, jobbra a táborhelytől,
ahol számos kocsi vesztegelt. Ezeket most elhajtották onnan, úgyhogy a lejtő szabaddá vált. Valamire készülődtek. A 37 járgány legócska bikát, a panoráma ablakos Opel kapitánt most felvitték a domtetőre, és a hűtőjével lefelé leállították. Mind több rocker autó gyülekezett két felől a lejtőre, úgy, hogy széles csapást hagytak maguk közt szabadon. Be akarnak ültetni a kocsiba és legurítani a dombról, gondolta Réni. A tábor másik oldaláról két golfsapkás rocker hurcolt feléjük valamit. A sátrak meg az autók közt csak hébe-hóba bukkantak Réni szem elé. Rugózó léptekkel jártak a terjük alatt. Azt a hétszentségit, egy kerékpárt hoznak a fejük fölé emelve. A rockerek felvitték a biciklit a lejtőn, és odaállították a szürke, kék, foltos Opel elé. Valamit ütködtek egy deszkával az első kerék körül, aztán megfordították, és Réni most látta, hogy egy deszkadarabot feszítettek az első kerék és a bicikli váza közé, hogy ne lehessen kormányozni. Aztán pontosan az autó elé állították, vele egy irányba fordítva, majd hirtelen szétszóródtak, mint a futó homok. Edsel eltűnt. Viszont megjelent Ebon, és az erdő szél felé támolygott, nyilvánvalóan részeg volt. Hester vajon mit csinál? Leütötte lábáról a részegség, vagy egyszerűen csak alszik? Réni egészen lassan és óvatosan 10 centiméternyire letekerte az ablakot. De odakint csend volt, csak egy távoli hajókürt hallatszott, meg a sátrakból kiszűrődő zene. A rockerek különös jellegzetessége az volt, hogy csak nem mindig hallgattak. Amikor szétverték a vidám parkot, rettenetesen üvöltöztek persze, egyébként azonban mindig hallgatagok. Csak készülékeik lármáznak folyton, rádióik, sztereó, hangos beszélőik, autóik, motorjaik. Az erdőszél felől Ebon jött vissza Hesterrel. Mikor ment be Hester az erdőbe? Réni úgy érezte, átverték. Hester és Ebon egyenesen a lejtő felé tartott. Hester rugdalni, tiporni kezdte Réni kerékpárjának hátsó kerekét. Ebon azonban visszatartotta. Akkor Hester felült egy ócska krémszínű Buick hűtőjére, és leúszta a csizmáját. Réni most hirtelen koppanást hallott, gyorsan lelapult. Edsel volt. Óriási fekete pókként ráhasalt odakint a Thunderbird hátsó ablakára, mint a fel akarna mászni a tetőre. De aztán csak hosszú indián orrát nyomta neki az ablaküvegnek, úgyhogy barna orra most egészen elfehéredett. Aztán hirtelen elment. Egyenesen az Opel felé tartott. Beszállt és feltúráztatta a motorját, hogy a környék messze visszhangzott a dörejétől. Valóságos csodaszámba ment, hogy az egész motor ki nem röpült a kipufogó csövön. A kerékpárt két rocker tartotta, most megindultak vele a kocsi előtt, majd hirtelen szaladni kezdtek a lejtőn. Aztán löktek rajta egyet, és elengedték. Rögzített kormányával a bicikli tovább rohant lefelé. Edsel most kiengedte a kuplungot, nagy szökkenéssel az Opel is szágultva megindult lefelé. Néhány másodperc alatt minden lezajlott. Az Opel veszett iramban nyargalt a szántóföldön, a kerékpár nyomában. Az most már sík területre ért, sebessége csökkent. Mielőtt felborult volna, egyszer beérte, és teljes gázzal belehajtott. Az első kerék meg a rögzítő léczpörögve repült a levegőbe, a kerékpár többi része valahová oldalra nyomódott, ahol Réni már nem láthatta. Hogy miféle sorsban részesült, azt azonban könnyen kitalálta. Az Opel perceken át keringett körbe-körbe. Por és kipufogógáz oszlopa emelkedett mind magasabbra a levegőben. Az ócska gumi égett szaga egészen Réniig elhatolt. Megvárta, amíg az Opel elhajtott, és a rockerek visszatértek szokott foglalatosságukhoz, a motorjaikhoz, rögtönzött táncaikhoz, meg a sori vászathoz. Réni arra gondolt, hogy immár semmi vesztenivalója, és kiszállt a Thunderbirdből. Egyszerre bizonytalan érzés fogta el. Amíg bent ült a kocsiban, mindennek ellenére is biztonságban tudta magát egy bizonyos értelemben. Most azonban a hal kiugrott az akváriumból, és a szárazföldön találta magát. Ügyet sem vetett rá senki. Réni jól a fejébe nyomta FS kalapját, pumatáskáját a hasára lógatta, le kellene menni a lejtő aljára és megnézni, mi maradt a kerékpárból. Hát akad még valami, amit később értékesíthet.
de nem jutott el odáig, ahol a kerékpárja tetemét sejtette. Ebon közeledett felé szaladva. Ebon X-lábú volt, futás közben térdei egymáshoz súrlódtak, csizmájának két hegye felváltva fel, meg lefelé mutatott. Tűnj el! Zihálta. Réni megállt, a pumatáskát védekezően maga elé tartotta. Lép le, te kis szörnyetek! Ebon félrelökte az útból, Réni a fenekére tottyant. Felnézett Ebonra, belé akar-e rúgni. De Ebon nem mozdult. Zihálva állt, még csak rá sem nézett, tekintete valahol Réni felett kalandozott. Ebonnak kisé düllett szeme volt, ajka kékesbarna. De ez biztos csak a szájfesték teszi. Réni odébb kúszott, majd lábra állt. Semmi félelmet nem érzett. Ellenkezőleg arra készült, hogy leköpje Ebont, ám nem volt hozzá muníciója. A pürépórtól a szája még mindig olyan száraz volt, akár a tapló. Így hát felfelé indult, ki az útra, először hátrálva, mint a rák, azután hosszú léptekkel, egyenesen előre. 40. fejezet. Egy középkorú házas pár vette fel őt, barnás-piros Peugeot-jukba. A férfi vezetett, Réninek megengedték, hogy mellette üljön. A néni ölében egy törpehúzkárral hátul ült. A kocsi tetején hatalmas pácolt szekrényt vittek. A gyermekek szigete ebben az irányban van? Kérdezte a férfi, tájszólása alapján szkenéből származhatott. A férfi állandóan előre hajolva vezetett, mellkasát a kormányhoz nyomta. A biztonsági őv hanyagul átvetve a vállán, még csak be sem volt csatolva. Nortália mellett? Kérdezte a néni. Mi Alandra megyünk, mondta a bácsi. Roszlak szkullában Réni megköszönte nekik, hogy elhozták, és kiszállt. Egy ideig birizgálta a gondolat, hogy velük menjen Alandra zöld golyókat venni. De hát ez nem megy. Még gyanakodni találnának. Az ember nem tesz olyat, hogy először azt mondja, a gyermekek szigetére akar eljutni autóstoppal, 10 perccel utóbb meg egyszerre Alandot választja. És itt már biztos, hogy kiismered magad? Kérdezte a néni, mielőtt Réni kiszállt, és vállára tette sápat keskeny kezét. Réni félrefordította a fejét, a kutyának elős halszaga volt. Hogyne, itt már pompásan, felelte. A gyermekek szigetére Roszlákullából hordják a postát meg a tejet. Jól ismerem a sofőrt. Örülök, hogy megismerhettelek, mondta a férfi, és kezet nyújtott Réninek. Reméljük, hamarosan meggyógyul az édesanyád, mondta a néni. Réni bevágta a kocsi ajtaját, lehajolt és integetett. A férfi elzögyögött a feleségével, a kiskutyájával, meg a túlon túl nagy szekrényével. Réni egyenesen a buszmegállóhoz ment vissza, amelyet az imént hagytak el. Nagyon ügyelt rá, hogy ne nézzen arra felé, amerre a Vidám Park van, illetve volt. A gyermekek szigete az ő számára nem létezik többé. Ezt igen gyorsan tisztázta magában, még a Peugeot-ban ült. Csöndesen, nyugodtan és magától értetődően. Egyszerűen nem állított oda 6 hetes késéssel. Nyilván rég kiadták már a helyét valakinek, aki a várakozók listáján szerepelt. És tálaljon fel bármilyen történetet is a táborvezetőnek, egy szavát se hinnék el. Hazudni nem könnyű dolog. Szörnyen nehéz megállni oly történetét, fel ne ruházza valami drámai, valami nagyszabású ékítménnyel. Ez neki se ugyan sem megy. És ha menne is, ott vannak még a gyerekek. Réni jól ismerte a gyerekeket, nem sokkal különbek a felnőtteknél, keresztre feszítenék. Szomorú, nyomorúságos délután töltött el. Náthája, mely a Power Gliderek közt a félelemtől, mint egy visszatartotta a lélegzetét, most valamennyi csatornáját megnyitotta. Réni orra csak folyt és folyt. Zsebkendőt nem csomagolt be a pumatáskájába. Próbálkozott az ujjaival, nem sikerült. A tenyerébe ment az egész. Próbálkozott fák, bokrok, nagyobb leveleivel, túl kemények voltak és csúszósak. Nem maradt más hátra, mint hogy tartalékai közül elővegyen egy világos kék frotírzoknit. Nagy érzés volt beletemetni égő orrát, és hatalmasat trombitálni a puha anyagba. Emellett, mint kiderült, vasárnap volt, és már az utolsó autóbusz is elment. De a legszomorúbb, a legnyomorúságosabb az volt, hogy Réni lopott egy biciklit. Mert különben kitenné jóvá a kárt,
amit a rockerek okoztak neki, kipótolná újjal roncsázózott bicikliét. Maguk a rockerek biztos, hogy nem. A rendőrség például sosem merészelne ilyesmit követelni a rockerektől. Az a rendőrség, amely egy hosszú vasárnap délelőttön át mit sem tett a rockerek tábora ellen, holott minden érintettnek tudnia kellett, kik döntötték romba a Vidán Parkot, és hol lelhetők fel a rockerek. Forduljon talán a biztosítóhoz? Réni azt se tudta, hogy biztosítva van-e a kerékpárja, és ha igen, úgy a biztosítás nyilván az anyja nevére szól. Akad-e valaki más? Egy gazdag ember például, aki fölös pénzzel vagy nélkülözhető kerékpárral rendelkezik. Igen, ilyen már akadt. A buszmegálló mellett volt egy mini golfpálya. Miközben Réni az autóbusz menetrendjét betűzgette, kék tréningnadrágban, piros bojtos sapkában, de mesztelen felsőtesttel, nagy darab, erőteljes férfi érkezett egy vadonatúj, 10-es DBS Winner kerékpáron. A férfi bal csuklóján aranykarórát viselt. A biciklit leállította a mini golfpálya előtt, és bement a pályára, anélkül, hogy lezárta volna. Iménti gondolatai a kártérítésről Réninek voltak éppen csak akkor fordultak meg a fejében, amikor már kint járt az országúton, a kerékpárral úgy 10 kilométernyire Roslagskullától délnyugati irányban. Maga a lopás teljesen magától történt, úgy szólván gépiesen. Egészen úgy, mintha Réni csak ott állt és nézte volna, hogy más hogyan csinálja. Vajon nevelőszülők az adják-e most? A zsernyákok nem fogják megengedni, hogy továbbra is az anyjával legyen, hiszen az anyja erkőstelen életmódba keveredett, kiskorú fiát felelőtlenül elhagyta, visszatért Stockholmba, hogy találkozzon a szeretőjével, és azután szart megkeresni a kisfiát. Hol tartózkodik például ma éjszaka? Nem, itt már csak nevelőszülők jöhetnek. De kik fogadnak be magukhoz egy gyereket? Idősebb emberek, akiknek saját gyerekük már nem lehet, akik fél életükön át hasztalan sóvárogtak gyerek után. Valószínűleg átkozottul nehéz szót érteni velük, de némi hasznot ki lehetne csiholni a dologból. Ha például gazdagabb nevelőszülőköz kerülne az ember, ha mindjárt leszögezni, hogy nem lehet packázni vele, egész sereg kényszerítő eszköz akad, ha mondjuk épp egy 10-es új kerékpárra áhítozik az ember. Felkelés előtt minden reggel egy kis tócsát elhelyezni az ágyban. Ha teljesítik a kívánságát, egy ideig nem pisil be többé. Egy hét múlva újra kezdi. Megkapja a segédmotort, megint abba hagyja. Éjszakánként bőket az igazi anyukája után, és felverheti vele az egész házat. Nem rossz módszer. Az iskolai gondozó nővérnél jelenteti az ember, hogy elolvás előtt a nevelőpapa minden este megjelenik a szobában, és megmutatja a farkát. Ez egy filmfelvevőgépbe kerülne nekik. Bőgni Harriet anyuka után. Ez a kép szíven találta Rénit, és a szíve reszketni, dideregni kezdett. Szemét Harriet anyuka, hogy mennyire hiányzik. Meg kell neki bocsátani. Az embernek csak egy anyja van. Réni annyira sóvárgott az anyja után, hogy náthaját, de még az éjségét is elfelejtette. Gyomra beérte azzal, amit a nátha juttatott neki. A túl magas nyerekben függeszkedve, Réni egész délután hajtott, mint az őrült, maga mögött hagyta Brevéket, Összerkárt, Akersbergát, Hagernász, Enebirget, Esberget, és röviddel este 10 óra előtt megérkezett Szolentúnába. Ledobta a kerékpárt az útra, és rohant a kapu felé. Kulcs? Igen, a házkapu kulcsa megvan. Fel a lépcsőn, a lakáshajtó zárva. Réni az öklével esett neki a csengőnek. Jó negyed órát csengedett a saját lakásának ajtaján, és nem jött ki senki. A levélbedobó nyílásán át sem pillantotta meg az anyját. Egyetlen szomszéd sem jelent meg érdeklődni, mi ez a nagy csengetés. Réni nem is bánta, nem a szomszédokat akarta most látni, hanem az anyja karjába vetni magát. A tetőnyílás fedelét meglehetős erőfeszítéssel sikerült csak kinyitnia, amióta nem használta, kissé beragadt. Előre kúszott a háztető pereméhez, és lepillantott. A létra sehol, az erkély ajtó zárva, a lakásban sötétség, a fehér ruhaszárító zsinek eltűnt. Réni visszamászott a lépcsőházba, és lement a pincébe. Ám a rekeszükön új lakatot pillantott meg. Az anyja persze nem tudhatott semmit, és azt hitte talán, hogy betörtek.
Réni hirtelen megértette, hogy az anyja Stignél van. Vagy visszautazott Udevallába, vagy Stignél van. Márpedig Stighez Réni ezúttal egy cseppet sem kívánkozott. Annyit mégsem jelentett neki az anyja, hogy még Stighez is elmenjen utána. Belépett a szeméttárolóba, és turkálni kezdett a hulladék közt. Bűzlött akár a pest is, de talált egy egész cipót, amit még alig vont be a penész, meg egy nejlonzacskót, benne öt, hanyagul lerágott karajcsonttal. Nemrég dobhatták csak ki, a csontokat langyosnak érezte még, amikor az arcához tartotta. A kerékpárt ugyanott találta, ahová ledobta, a kenyeret meg a karajos zacskót rákötötte a keskeny csomagtartóra, és útnak indult. A Rösszöntónál ismert egy szabad nyári tábor helyet, van ott egy ócska kunyhó is, amelyben mindenféle szerszámokat őriznek. A tűzlétrán meg a padlás ablakon keresztül könnyen be lehet jutni. Két sráccal az osztályából, Bennével meg Lukásszal egy fél napon át kuporogtak benne a tavasszal, mi alatt a többiek odakint sportoltak. Éjfél lett már, mire a sötétségben Réni rátalált a kunyhóra. Hogy ebben a nagy forróságban mégis ilyen sötétség tud lenni? Réni úgy érezte, mint a valami vége érhetetlen, elsötétített szaunában biciklizne. Valaki vizet öntet a parázsra, és Réni torka úgy összeszűkül, hogy egyetlen pillanatig sem bírja itt ki tovább. De hová mehetne? Sehol egy ajtó, hogy kimenekülhessen. Ledobta a fűre a biciklit, felkapta az eleséget, és rohant a tűzlétrához, mint az özönvíz volna a sarkában. Szerencse, hogy ilyen sötét van, nem szédülhet le. A padlásablak nyitva volt. Réni lemászott a pajtába. Nem valami kellemes illat fogadta, valaki ide szart. Réni megállt, hogy kiszimatolja, merről jön a szag, aztán betelepedett az ellenkező sarokba. Lába közt égette combja, ott, ahol a kerékpár váza feldörzsölte. Mindössze két karajcsontot tudott lerágni, aztán azonnal elaludt. Amikor másnap a délelőtt bolyhos melegében felébredt, minden megváltozott. Réni boldognak érezte magát, és szabad volt, erős, önálló ember, aki előtt fontos teendők álltak. Első teendőjeképpen megejtette magán az egészségügyi vizsgálatot. Szőrszál nem mutatkozott. Miután mindent a legnagyobb rendben talált, Réni a hátára feküdt, és egy legyet vett szemügyre, amely a tetőn mászkált. Nagy, fémszínű, lakkosan csillogó légy volt. Milyen szerencse, hogy az ember nem légy, hogy intelligens, ravasz teremmény, aki a két lábán jár, ahelyett, hogy zümmögbe verődne ide-oda, fejével nekivágódna, falnak és tetőnek. Hát igen, lehet, hogy ez még nem különösebb ok az örömre. Réni mégis boldog volt. Ember felett ilyen boldog. Ha nem volt Isten semmi oka, gyakran elfogta ilyen boldogság. Közvetlenül az ébredés után. Nyugalmas, magától értetődő, leküzdhetetlen boldogság volt ez. Mihez kezd a mai napjával ezzel a július 28-i hétfővel? Nem mint a bármi is sürgetni, de talán ideje volna folytatni a kutatásait, hogy mi is tulajdonképpen az élet. Fontos kérdés ez? Nem. Fontos csak az, hogy az ember boldog, hogy mi értelme az életnek, ehhez képest nagyjából tök mindegy. Gondolj önmagadra, és hagyj fel a siránkozással, panaszkodni ott a többi, nekünk mást kell tenni, merni. Híres emberré kell válni, költővé, akit a tisztelők serege aranyszéken hordoz körül. Rökköd a légy, és nem tesz mást, nem ismer sem csalást, sem ámítást. Mára ennyi elég. Szedte a cokmokját, kimászott a tetőre. Micsoda nap? Világos kék lyuk az égen, mely pörög, akár a búgócsiga, a föld pedig körhinta. A világ legnagyobb és legmulatságosabb ringlispülje, amely éjjel-nappal forog. Beszállni, beszállni, belépődíj nincs. Keresd ki magadnak egy figurát, lovat, repülőgépet, gondolát, vagy versenyautót. Réni lovagló ülésbe helyezkedett a tetőn, a kéménybe kapaszkodott. De most aztán forogjon a mindenit, az ellenszél már a sapkáját cibálja. Mit sem csökkenő örömmel érkezett csillogó-villogó tízmenetes kerékpárján a városba. Nortulnál visszatért a náthája. Réni azonban fölényes mozdulattal törölte meg keze fejével az orrát. Egy kis nátha
nem fogja elterelni céljaitól. Egy kissé kihagyott a lélegzete, amikor elérkezett a stockholmi városi könyvtárhoz, de néhány mély szippantással újra megtöltötte tüdejét. Leállította és lezárta a bicikliét. Nem volt biztonsági zárja, csak közönséges, de se baj, szabad országban él az ember. Kettesével szedte a fogokat, úgy rohant fel a városi könyvtár lépcsőjén. 16 trillió könyv várja odabenn, ebből legalább 80 ezer Dag Hammarskjöldről szól. Így kell lennie, mert mindössze 4 valóban híres svéd akad a világon, ahogy ezt Réni, a képes Ávet Rimit valamelyik régi számában olvasta. Selma Lagerlöf, Ingemar Johansson, Dag Hammarskjöld és Ingmar Bergman. Egyikük az ő apja. Vajon melyik? Az biztos, hogy Selma, nem. Kissé cserben hajta a bátorsága, amint a könyvek templomába lépett. Különös szag volt. Különösen viselkedtek az emberek, akik itt úgy szólván lábujjhegyen súranva jártak. Senki sem látszott igazán örülni annak, hogy a világ minden tudását így gyűjtötték össze. Az embernek csak ki kell nyújtani érte a kezét. Befalni egyik állványt a másik után, elnyelni egy-két könyvtári kiskocsit, Lessertnek pedig kikatalazni a kölcsönzési osztályt. A kérdés csak az, hol kezdje az ember? Réni érezte, amint lassacskán elfogja a kedvetlenség és a bizonytalanság. Nem, a betyár récentségit nem lehet most feladni, amikor már ilyen közel a cél. Az egyik asztalnál, amelyen az információ felirat állt, Réni idősebb bácsit látott. Levette F.S. kalapját, ujjaival végig szántott a haján, és odalépett hozzá. Szeretnék valami könyvet Hammarskjöldről. Melyik Hammarskjöldről? Melyikről? Hát Dagról, vagy hogy is mondják. Dag Hammarskjöldről? A bácsi felállt, átvezette Rélit a szomszéd szobába, és az egyik polcról leemelt egy kötek könyvet. Némi keresgélés után kiválasztott belőle egyet, amelynek borítólapját Dag Hammarskjöld fényképeké díszítette. Talán legjobb, ha ezzel kezded. Réni átvette a szép fényképpel fedett könyvet. Tisztára az én szám, gondolta, és az én szemöldököm. A pofazacskó, meg a haj. Gyorsan a fejébe nyomta a kalapját, mélyen a szemére húzta. Keresett egy szabad asztalt, fenekét kidugva a könyv felé hajolt, és rámosolygott a fényképre. Aztán felütötte a könyvet. Dag Hammarskjöld, 1905-1961, emlékkönyv. Itt valami tévedés van. Réni szeptemberben született, 1964. szeptember 9-én. Hogy az ördögben lehetséges ez? Lombik bébi volna? Hülyeség. A tények megingathatlanok. Dag Hammarskjöld, Dag Agne Karl Hammarskjöld papírjai kifogástalanok. Egyetlen bíróság sem ítélné meg az apa keresetet. Ezek az átkozott Hammarskjöldök túlhatalmasok. Szarnak ezek törődni Réni Agne Larssonnal. Összecsapta a könyvet, ott hagyta az asztalon, és elindult kifelé, a hatalmas kerek könyvtár termen keresztül, mint egy gáztartályban járna. Ahogy a kiárat felé sietett, érezte, a mennyezet gyorsuló ütemben süllyed a feje fölött, mint ha egy nagy, dugattyús motor belsejében tartózkodna. Csak gyorsan ki innen, mielőtt még rácsapódik. 41. fejezet. A parlament új épülete mögött új hamburger bisztró nyílt, úgy hívták, hogy Bronto Burger INC. Eléggé üres volt, Réni belépett hát. A helyiség egész berendezése könnyű fémből készült. Olyan volt, akár egy repülőgépgyár, Bronto Burger INC. Ink. Mi az, hogy ink? Inkább Bronto Burger inkább. De a hamburger inkább nem ízlett. A való helyzet az, hogy bekötött szemmel lehetetlenség megkülönböztetni egy Bronto Burger meg egy Big Mac hamburgert. De hát Réni náthás volt, biztosan azért nem érzett ízt. Ha már az ember nem professzor, lehetne éttermi szakértő valamelyik újságnál. Körbejárná Stockholmot, és valamennyi hamburger büfében ízellenőrzést tartana. Természetesen ingyen és bérmentve. Csak hamar ismert személyiséggé válna. A tulajdonos már az ajtóban fogadná, és személyesen vezetné oda az asztalhoz, amely
A kivételes nap tiszteletére ezúttal meg is lenne terítve. Persze legízletesebb fogásaikat tálalnák elé, ám a tulajoknak egy valamiről sejtelmük sem lenne. Arról tudnélik, hogy Réni Lázon vésli és hamburger specialista áruhában is megjelenik. Öregasszonyként, két mankóval, rockerként, részegemberként, bőrharisnyaként. Nein, bőrharisnyaként talán mégsem. Minden esetre sosem érezhetnék magukat biztonságban tőle. Beesik véletlenül egy Stockholmban tébelygő lengyel matróz, aki elé föltálalják az utolsó darab felmelegített hamburgert száraz, morzsálló kenyérrel és olyan rósejbnivel, ami inkább gumiból készült érmékhez hasonlít. És íme a lengyel matróz R.L. a neves kommunista volt, akit csak az ízek mesternetek dívjeként emleget mindenki. Maréni annyit evett, amennyi belefért. Erre két oka is volt. Először is most veszítette el az apját, másodszor pedig 322 korona dagasztotta a zsebét, plusz két kontaktlencse darabonként 500 korona értékben. Egyenesen az alumínium pulthoz menetelt, és megrendelte a város legnagyobb brontoszauruszát. Kissé nehézkesek ezek az óriás hamburgerek, a magasságuk folytán nehezen lehet őket begyömöszölni a szájába. De Amerikában nyilván nagyobb az emberek szája, ott minden nagyobb. Desszertnek Réni egy cheesecake nevű micsodát rendelt, ami pocsék volt, továbbá egy negyed Kentucky grill csirkét. Most egy levél volna esedékes. Kedves anyu, visszajöttem Stockholmba, loptam egy biciklit. Rájöttem, hogy a gyermekek szigetén én nem kellek. Útközben odahaza is jártam. Megtudtam, hogy Doug Hammarskjöld 1961-ben meghalt, és ezért most gondolkodnom kell. Stig biztosan nem mesélte el neked, hogy bele akart ölni a vízbe. Aljas dolog beárulni Stiget? De miért érezze részvétet a felnőttekkel szemben? Az sem igaz, hogy az évek előre haladtával egyre okosodnak az emberek. Nem minden felnőtt okosabb a gyerekeknél. Ezt fel is kell jegyeznie a füzetébe. Első számú felfedezés: a felnőttek nem mindig okosabbak, de mindig ők az erősebbek. Ez a baromság ezzel a Doug Hammarskjölddel tulajdonképpen sosem hitt benne igazán, inkább csak játék volt. De minél tovább játszott, annál igazibb lett. Egy hete igazán hitt az igazi Hammarskjöldben, de hát ennek most vége. Mit számít az, hogy ki az ember apja? Lehet, hogy egyáltalán nem is volt. A szokott értelemben Jézusnak sem volt apja, akkor miért legyen Réni Larsonnak? Kivált, miután Réni Larsonnal az a helyzet, hogy ő az egyetlen ember a világon, mi több, az egyetlen intelligens élő lény az egész világegyetemben. Jézus csak olyan valaki volt, aki emberekkel közösködött itt lent a földön. Ha van Isten, és más bolygókon is van élet, akkor igen valószínű, hogy Jézusnak egy csomó testvére van, húga, nővére, bátyja, meg öccse. Fantasztikus nevük van. Józás, Jack, Juzus, Gnézus. És az Isten más bolygókra küldte őket megváltóknak. Erről nem szabad elfeledkezni. Réni kiment a fémszínű vécére, és megpróbált szarni egyet, mielőtt befejezésképpen megevett egy brontoprontót, a leggyorsabb frissen készült ételt a városban. Aztán kifújta orrát a megmerevedett frotírzokniba, és azt gondolta: ki szeret engem? Szeret engem Stig, akinek a kedve víg. Vigyázat, ne bízzuk rá magunkat egy hülye rímre. Címre: szeret engem Olga néni, Volga partja nincs már néki, Litvániában folyik a Volga. Helene is szeretne, hogyha lába lehetne, de hiszen van neki két vékony botocska, sötét barna gyagnú zokniba bújtatva. Szeret engem Lotte mama, mindig teli a fazeka. Marhaság. Engem az anyám szeret, de még mennyire? A cél. Ez az. Sosem szabad elfelejteni, ez a legfontosabb szó. Cél. Furcsa szó. Úgy hangzik, mint amikor az ember hersenbe beleharap egy görög dinnyébe. Cél, vél, kél. Valakiről megfeledkezett. Nóráról. Nóráról, akit Stig és Ashburn társaságában ismert meg, amikor vitorláztak. Hello, Nóra! Vár minket a Flóra! Nem az NK áruházban dolgozik az illatszerosztályon? Igaz, nem ismerik egymást közelebbről, de ő húzta ki a vízből.
Nóra körül minden a legnagyobb rendben volt. Nem volt olyan öreg, mint az anyja, és nem is látszott olyan idegennek. Réni kilépett a Brontoburger INC-ből tömött táskával és még tömöttebb hasával, amely olyan érzést keltett benne, mint ha egy krumplis zsákkal kellene járkálnia. Ettől a rendszertelen életmódtól az ember székrekedést kap. Közben a feneke meg úgy égett, mint ha egész héten hasmenésben szenvedett volna. A lopott bicikli okozta, maradjon csak, ahol van, a városi könyvtár előtt. A tulajdonosa visszaveheti, ha arra jár. Arra kell járnia, mert a rossz lakaszkullából valaki bejön a városba, világos, hogy a Svágenbe nem jön. Réni az NK áruház felé lépdelt, döcögve járt, alsó nadrágja úgy dörzsölte, mint ha egy kemény nyerget építettek volna be a nadrágjába. Az emberek izzadtak a hőségben, fejükön mindenféle hülye napvédő kalpakokat viseltek, kivéve egy 2 méteres négert, akinek vastag, kék, kötött sapka volt a fején. Az áruház előtt vérséges vén anyóka játszott egy furuján. Ez bizony Réninek is eszébe juthatott volna. Milyen kár, hogy nem tanult semmiféle hangszeren, de ha mondjuk venne egy kis játékfuruját, és egy kottával kiülne az NK áruház elé. Nem kelt e több sajnálatot az emberekben egy kisgyerek, mint egy vén boszorka, akinek amúgy is jár az öregségi nyugdíj. Réni keresztül ment a főbejárat légzsilipjén, odabent hűvös volt, akár egy krumplis feremben. Távolabb egy melvéd magaslott, előtte korlát. A korlát mögött 20-30 asszonyság üldögélt táskákkal, szatyrokkal, és némán bámultak maguk elé. Egyetlen szót sem váltottak, csak néztek lefelé, a főbejáraton keresztül érkező emberekre. És sem furujájuk nem volt, sem pedig fekete tálkájuk a lábuk előtt 25 őrés pénzdarabokkal. Kár, mert itt valóságos térzene lehetne, ha fúvós hangszereket nyomnának a kezükbe. Az információ mindjárt balra volt a néniktől, akik nem játszottak. És ha énekelnének valamit, ha már túl drága nekik a zeneszerszám, hát legalább énekkart alakíthatnának. Réni az információs asszonságra összpontosította figyelmét. Végtelenül hűvös hölgy volt, mint aki éppen most zuhanyozott. Rengeteg ékszert viselt. Keresek valakit, aki itt dolgozik, mondta Réni. Nórának hívják. Melyik osztály? Ő az én anyukám. Mi a teljes neve? Úgy értem, azon kívül, hogy Nóra. Az illatszerosztályon dolgozik. Aha, mondta az asszonyság egy piros könyvben lapozgatva. Nóra, és a családi neve? Parókája van. Ha nem mondod meg a családi nevét, akkor nem tudom megtalálni. Én is megkereshetem. Merre van az illatszerosztály? Pont mögötted. Réni gyorsan sarkon fordult, és átment az elárusító asztalok között. Még hallotta az információs néni hangját. Várj csak, nem tudom, hogy szabad-e látogatót fogadnia. Réni meglapult az asztalok közt, és sietve jobbra surrant. Gyors visszapillantás a pult fölött. Nem, a néni nem követte. Nyilván egész napra be van zárva az üveg kalickájába. Csak zuhanyozni veszik ki onnan. Nem lesz ez jó, hogy így surran az asztalok közt meglapulva. Még azt éltik, lopni akar. Megbízhattok bennem, nincs ittem már mit csennem. Ne nézzetek, oly ilyettem. Réni megnyugodott, és lábújhegyre állva körülkémlelt. Az volt a baj, hogy ezek a nénik itt mind úgy hasonlítottak egymásra, akár egyik tojás a másikra. Hol biztos, hogy mindnyájan parókát viselnek? Mindegyiken rózsaszínű munkaköpeny, mindegyiknek kigöndörített, magasított frizurája, és hihetetlenül szép körme. Az egyik Nóra, de melyik? Réni megállt egy már idősebb néninél, aki nagyon takarosan nézett ki, éppen csikokat húzigált a keze fején, különféle színű rúzsokkal. Rendkívül mulatságos volt. Réni imádta kezét, lábát bemázolni, amikor unatkozott az iskolában. Szerette testrészeit a nevükkel ellátni, nehogy elfelejtse, hogy is hívják őket. Készfej, tenyér, hüvelykúj, tubákos gödröcske, mutatóujj, tétkalács, has, köldök. A köldököt máshová kellett felírni, és egy nyillal az irányt megjelölni. A padban kuporogva ez eléggé fáradtságos munka volt. Emellett a has is olyan ráncokat vetett, hogy reszketőssé váltak tőle a felirat betűi. A néni most odamutatta rúzsral becsíkozott kezét egy nőnek, aki aranynadrágot hordott.
Óriási, úgy nézett ki, mint az egész alvázával beletelepedett volna Olga néni egyik festékes tégelyébe. Nem, abba nem férne bele. Réni odaállt a nő mellé, és kérdő ábrázatot vágott. Az aranynéni hirtelen megvonta fekete blúzba és bőrgallérba bújtatott vállát, és elment. Hát te, mit szeretnél? Az elárusító nő letörölte kezéről a rúzscsíkokat egy kendővel, aztán ráfújt a kezére, mint a le akarná hűteni. Beszélhetnék Nórával? Az elárusító nő az egész illatszer részlegen körül járatta tekintetét. Nóra? Nóra Nikola? Parókája van. Valószínűleg ebédelni ment. Azt hiszem, hogy ebédelni. Egyébként a borotválkozó vizeknél találhatod. Frissen tisztított kezével a néni balra mutatott. Réni megköszönte, és odább állt. A borotválkozó vizek elárusító helye fölött csinos táblák, meg nagy dobozok lógtak a menyezetről. White Horse, Old Spice, Brown, Safari. A pult mögött egy elárusítónő állt, de nem Nóra volt. Egy apró csavarhúzóval éppen felnyitott egy borotva készüléket. Beszélhetnék Nóra Nikolával? Az elárusítónő az órára, majd ismét a borotva készülékre nézett. Amikor beszélni kezdett, Réni úgy hallotta, mint a nátás volna. Minden szava elakadt az órában. Bár itt kéne lennie, csak azt tudnám, Olaf fenébe barad. Réni leült a pumatáskájára, és várt. Annyira fáradt volt, hogy még ezt is megkockáztatta. Talán kibírják a petárdák, ha csak nem lesz nekik túl meleg. Ha egy tyúk csirkét tud kikölteni a tojásból, igazán nem lehet tudni, mi történik, ha égő fenékkel egy ember petárdákkal teli műanyag táskára ül. De nem történt robbanás, és 2-3 perc elteltével Nóra is megjelent. Réni ugyan nem ismert rá, de meg volt győződve róla, hogy csak is ő lehet. Látni ezt a testalkaton meg a magasságon. Réni úgy ugrott fel, akár egy rugós paprika Jancsi a dobozából is megkérdezte. Lakatnék nálad? Nóra hosszú, kék szempillái verdesek kissé, aztán áthajolt a pulton, csodálatos illata volt, és azt mondta Réninek. Majd, ha itt befejeztem a munkát, beszélünk. Gyere vissza 5 előtt 5 perccel.